Plexifal választotta el a maszkban érkező voksolókat a választóköri megfigyelőktől. Szigorú óvintézkedések mellett zajlott a szerencsi időközi országgyűlési választás vasárnap, amely a kormánypárti Kontz Zsófia győzelmét hozta. Nem csak azoknak a személyeknek szeretnék a képviselőjük lenni, akik rám szavaztak, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ennyi ember a mai napon egy időközi választáson elment szavazni. A Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 50,87%-át szerezte meg, míg a teljes ellenzék által támogatott Bíró László a voksok 45,9%-át kapta, vagyis alig több mint 1700 szavazat volt közöttük a különbség. Egy nagyon szoros választás volt. Hiszek benne, hogy ez 22-ben sikerülhet. Most viszont mindenkit arra kérek, hogy ne csüggedjen, én sem csüggedek. A mi szavazóink hitből és lelkesedésből mentek szavazni, hát a fideszes szavazók pedig, hát mondjuk úgy, hogyha krumplira volt szükségük, akkor tudták, hogy hova kell menni. Krumpli király van Magyarországon, ez a helyzet. Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált Kontz Zsófiának. Azt írta, édesapád most nagyon büszke lenne rád, ahogy mindannyian azok vagyunk. Stúdiónk vendége Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sokfajta értékelést hallottunk már, ön hogyan értékeli a vasárnapi eredményt? Én nagyon jónak és pozitívnak, ahhoz képest, hogy milyen eredményeket értünk el akkor, amikor a legutóbbi országgyűlési választáson szembeindultak egymással a pártok, akkor a Fidesz, ha most egy rendes országgyűlési választás lenne, ugye ezt az 1700 különbséget megkapná győztes kompenzációba, a listájára. Tavasszal a legutóbbi országgyűlési választáson ez 9000 szavazatot jelentett volna pluszba a Fidesznek. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy az összefogásnak elképesztően nagy ereje van abban, hogy a kétharmadot elvegyük. És hát ez az 1700 szavazat, ez abszolút ledolgozható. Én többször voltam ebben a körzetben, Szerencsen is, Tiszaújvárosban is, de vagy egy tucat apró településen, és azt kell, hogy mondjam, a remény, a hit az megvan, és erőt kell merítenünk az ott lévő emberekből. Nagyon sok településen azt kérték tőlünk, pártvezetőktől, hogy ne menjenek el, maradjanak itt, ne hagyjanak minket ezekkel magukra, itt 10 éve nem történik semmi, és annyi, de annyi élettörténetet meséltek el a munkanélküliségről, ahogyan kiengedték a Covid miatt ellátatlanul a betegeket a kórházból, ahogyan egy apuka elmesélte, vagy nagypapa, hogy neki most már 2 londoni és 2 skót unokája van, és nem látta őket, de megérti, mert ebben a térségben nem történik 10 éve semmi, pedig ígértek nekik mindent. Ahogyan egy férfi elmesélte, hogy 5 településsel odébb kapott munkát, és 2 éjszakát a kocsiába kell aludni, mert annyit már nem tud keresni, hogy egy szobát béreljen magának, miközben 2 óvodás gyerek várja otthon. De ha ezek a történetek ott voltak, ha önök ott voltak, akkor mégis hiányzott a nap végén ez az 500. És értem, hogy ön nagyon pozitív, mondjuk aláírom, ön már szombaton ugyanezt mondta, tehát igen. Érdekes módon, ön volt az egyetlen, aki már szombaton azt mondta, hogy ha 40% fölött vagyunk, már akkor... Így van, mert ez a realitás. Hogyha külön indultunk volna, akkor a Fidesz 60-70%-kal levert volna bennünket. Ezt be lehet hozni? Most van 1,5 év, talán lesz majd egy előválasztás is, esetleg ugye a haláleset miatt ezt nem tudtuk megcsinálni, de ez Bíró úrnak is, akinek egyébként hagyd mondjam el köszönetemet, mert hatalmas kampányt csinált, és nagyon sokan voltunk ott, akik segítettük őt. Egy nagyon becsületes és tisztességes embert ismertem meg a személyébe közelről, ugye egész napot együtt töltve vele többet is. Ez egy behozható hátrány, ma ez a politikai realitás, de ha van összefogás, és ha van még egy közös lista, és akkor nyerni is fogunk. Azért mondtam, hogy talán ön az egyetlen, aki ennyire pozitív, mert mindenki mástól ennél egy picit visszafogottabb vélemények érkeznek. Hatházi Ákos például egészen élesen fogalmazott, és független képviselőként talán ezt másként is tehette meg. Azt mondta, hogy az összefogásnak ez a formája konkrétan nem elég, ennél sokkal többet kell tenni, oda kell menni, gyűjteni kell a támogatókat. Hatházi Ákossal az a bajom, hogy egyre több mindenben nem értek egyet. Korábban nagyon jó viszonyunk volt, és én nagyon kedveltem azt a mentalitást, amivel ő
politizált, de mostanában egyre több olyan húzása van, ami szerintem nem tesz jót, főleg, hogy ezt nyilvánosság előtt teszi. Ahogy közeledünk a választáshoz, nem tesz jót az együttműködésnek, és nem tesz jót a mi oldalunknak a remény megtartásában. Ez az egyik. A másik, hogyha azt mondja, hogy oda kell menni, hát akkor örültem volna annak, hogyha például azt a napot ő is végig csinálja velem, és majd egy tucat 700 és 1400 közti főt közti településen velünk kampányol, és járjuk a tereket folyamatosan is az embereket. Úgyhogy én nem kívánom tovább kommentálni Hatházi. Még egy mondatot hozzá szeretnék fűzni, mert ők azok, akik mondjuk október 23-ára most pont azért, hogy nem csak egyik oldalról az egyesével kell gyűjteni a támogatókat, hanem meg kell akadályozni, hogy a propaganda tovább működjön ebbe a média propaganda az országban, és éppen ezért az MTVA székházához szerveznek egy demonstrációt. Ebben például ön részt vesz? Tehát ilyen szempontból támogatja, nem támogatja? Ezt majd a közösen fogjuk eldönteni pártok, hogy milyen vagy közösen fogjuk ezt megbeszélni, ezt időben fogjuk a nyilvánosságot erről tájékoztatni. Azért kérdezem ezeket, mert most ez egy kiemelt példa volt, de hogy csorbult-e ön szerint az összefogás önök között ez az eredménynek a látszatában? Dehogy, sőt, összecsiszolódtunk. Látszik, hogy 94%-os volt az átszavazási hajlandóság. Tiszaújvárosban kétharmadot szerzett a jelölt. Azt kell megérteni, hogy azt hiszem a szavazók vidéken is megértették azt, hogy egy ilyen korrupt, antidemokratikus, emberellenes politika után, amit a Fidesz csinált, nem lehet eltartott kisujjal politizálni. Azt is világosan látni kell, és ebben Karácsony Gergellyel, aki ott volt velünk jó sokáig, világosan megértettem, amikor megjelent főpolgármesterként, hogy ezeket a térségeket nem lehet magára hagyni, és nem lehet engedni, hogy a Fidesz szembeállítsa egymással a fővárost és a magyar vidéket. Hogy nincs sikeres főváros, sikeres vidék nélkül, és a magyar vidék se tud sikeres lenni, ha a főváros nem erős. Hiszen Budapestet is vidékiek és fővárosi lakosok együtt teszik olyanná, amilyen. Tehát csiszolódtunk, pártvezetők kimondottan összecsiszolódtunk, hatalmas az átszavazási hajlandóság. Ha Szanyi Tibor nem indítja el azt az embert, akit elindított, ez még kisebb ez a különbség, és már hirtelen akkor minden pártvezető társam egy picit még talán optimistább lenne, és kell is optimistának lenni, mert erőt kell vennie az ellenzéki pártoknak, és az ellenzéki pártvezetőknek is az ott élő emberekből. Ezek szerint a Szanyi Tiborra haragszik? De konkrétan, ha kicsit, csak hogy egy klasszikusra léjek. Nem kicsit, mert szerintem ártott. Azok az érvek, amelyeket ő mond, ezek szerintem hamis érvek. Tibort én egy olyan baloldali embernek ismertem meg, aki nem úgy viselkedik, nem azt teszi, mint ahogy az elveket, amiket prédikál és amiket mond, vagy hogy akár korábban viselkedett. Önök azt mondják, hogy az előválasztással el lehetne azt érni, hogy egy-egy az ellen induljon. De hogyan lehet azt kizárni? Mert akkor ez még mindig megjelenhetnek ezek a kis pártok, ezek a független jelöltek, vagy bárki más. Mert tulajdonképpen a kamupártokat már megtanulták az emberek kezelni. Ebből a szempontból Szanyi Tibor nem kamu ember, régóta ismerik a közéletben, és alkalmas volt arra, hogy sok olyan szavazót, aki nem szereti a Fideszt, aki meg akar ettől szabadulni, kivitt a köztársaság párti oldaltól, elvitt tőlünk szavazatokat, elvitte az együttműködéstől, és szerintem másfél év alatt meg fogják tanulni az emberek, hogy ki az, akire számítani kell. Az előválasztás nagy mértékben segíteni fogja a jelölteket, azt a jelöltet is, mondjuk, ha most bíró úr esetéről beszélünk, neki is jótékonyan fog hagyni. Az előválasztás maga egy kampány, bemutatkozhatnak a jelöltek, és maga a legesélyesebb jelölt is. Én nagyon nagy reménnyel vagyok. Én azt mondom, hogyha az összefogás egy az egy ellen körzetekben megvalósul, és még közös lista is van, akkor ilyen körzeteket kérdés nélkül megnyerünk, úgyhogy elképesztő dolgozni munkát kell. Tettek bele ebbe az egyetlen körzetbe, 106 körzetbe. Hol van ez a munka? Ki fogja ezt megcsinálni? Van másfél évünk, hogy ezeket az embereket megtaláljuk. Nagyon sokan vannak. Én magam is MSZP elnökként taktoborzást, például a demokrácia örök toborzását az MSZP már elkezdte. Ezt nem csak az MSZP fogja csinálni, hanem a többi párt is, és közösen ez össze fognak érni ezek a szálak. Én magam is járom az országot, és hívom azokat az embereket, és engedje meg, hogy már innen is a TV nyilvánosságából is mondjam, hogy írjanak nekem az agnes.kunhalmi@
sp.hu-ra, jöjjenek segíteni, legyenek demokráciaőrök, bontsuk le együtt a Fidesznek az uralmát, és ezek nem üres lózungok, mert amikor nekem azt mondja egy asszony a főtéren, elsírva magát, hogy generációk óta itt él a községben a családom, és maguk el se tudják képzelni, hogy milyen úgy itt élni, hogy nem vagy fideszes, hogy mennyire elviselhetetlenné teszik azoknak az embereknek az életét, de a fülke magányában mi szavazhatunk, és ne menjetek innen el, maradjatok itt velünk, csak egy kicsit, hogy erőt merítsünk, akkor én azt mondom, hogy mi pártvezetők erőt merítünk a szavazóinkból. Van-e egy olyan tervezés, amiben előre lehet látni, hogy 2021 hogyan fog kinézni, mikor lesznek ezek az előválasztások, ezt tudják-e már, hogy mi az, ami most reális, az előbb mondta, hogy reális célokat érdemes mindig kitűzni. Mindig a politikai realitásokból kell kiindulni, ez az én hitvallásom, és mindent, de még annál is többet meg kell tenni annak érdekében, hogy a siker és a győzelem bekövetkezzen. 21-nek az előválasztásokról kell szólnia, én ezt nyár, legkésőbb nyár végén látom reálisnak, hogy ezt, és úgy belecsúszni kora őszbe, de ezt a nyár és az ősz fordulóján meg kell csinálni. Egyszerre mindenhol? Tehát 2-3 hónap szerintem, alatt mindenhol? Szerintem egyszerre, igen, tehát közel egy időpontban kell ezt megtenni, pont azért, hogy kiszűrjük a Fidesz, ne tudjon egyszerre mondjuk trollkodni, vagy ne tudjon belekavarni ebbe, de hát a személyes jelenlét, és én azt érzem, hogy partnerek a magyarok, tehát az ellenzéki köztársaságpárti szavazók partnerek az előválasztásban, ők arra is nagyon fognak figyelni, hogy ne lehessen bele bugyválni a Fidesznek ebbe. Kunhalmi Ágnes, köszönöm szépen, hogy ma reggel itt volt velünk. Én is köszönöm.